a nyertes nagyhatalmak és az Anschluss probléma. Maga az Anschluss tilalom, amit mindig Anschluss tilalomnak nevezünk, az is egy érdekes dolog, mert az önmagában nem az Anschluss tilalmáról szól, hanem az új közép-európai államrend elfogadásáról. Út a trónhoz Magyarországon át, negyedik Károly visszatérési kísérletei és a legitimisták. Károly és környezete helyesen ismerte fel, hogy a trón restaurálásának első lépcsőjét nem Ausztriában, hanem Magyarországon kell keresni, ahol a Horthy féle ellenforradalom következményeként a republikanizmus, mint eszme is nagy mértékben megbukik. Tehát ugye itt nálunk a köztársaság válik gyakorlatilag a káosz, vereség szinonimájává. 100 éve írták alá, de mit jelent ma az osztrákoknak? A Saint-Germain-i békeszerződés emlékezete. Számukra ez semmiképpen nem gyásznap. A meggondolás, a tapasztalatok levonásának, a történelem folyamatos értékelésének vagy újraértékelésének a napja. 100 éve történt. Ausztriával kevésbé vagyunk tisztában, nyilván itt magyarokat más is foglalkoztatott, meg ez az időszak azért itt a Tanács köztársaságával fontos korszak volt, és nagyon sok minden van, amit még ma is kutatni kell ez ügyben, de Bécsben. A szociáldemokraták hogy erősödtek meg ennyire a császár szomszédságában? Két dolgot kell elmondani. Az egyik az, hogy ugye Ausztriában 1907 óta már általános választójog van. Fiziker Róbert, a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárának főlevéltárosa. És ott már a politikai tömegpártok, ha úgy tetszik, a szociáldemokraták egyik oldalon, a keresztény szociálisok, illetőleg a nagy német párt, ez a három nagy formáció van, ezek gyakorlatilag már a 19. század vége óta ott a Reichsratban képviselőket küldenek, szakmai programokat dolgoznak ki, és ugye általános választójog alapján tudnak politizálni. Ausztria pedig egyébként mindig is megosztott volt, és a későbbiekben a két világháború között is ilyen szempontból az maradt, mert általában a vidéket szokás alapvetően keresztény, szociális, konzervatív érzelműnek megjelölni, és a főváros az pedig a két világháború között, amíg voltak választások, egyértelműen szociáldemokrata többséget eredményezett, de jelentős 50% fölötti többséggel tudtak végigkormányozni a két világháború között. 1918 végén Ausztriában egy erős, döntően szociáldemokrata irányítású kormány alakult. Egy egyértelműen balos, baloldali fordulat következett. Ezt már Ligeti Dávid történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársa mondja. Viszont nem történik meg az, ami nálunk megtörténik 19. március 21-ével, hogy a bolsevikok is hatalomra kerülnek. Ausztriában ez nem következik be, de végig szimpatizálnak a magyar bolsevik államban, és hát több alkalommal beszéltünk már róla, például Lukács György kapcsán is, hogy ők teszik lehetővé azt, hogy a magyar kommunista vezetés nagy része el tud menekülni, hiszen az osztrák-magyar határt megnyitja tulajdonképpen ezen emberek előtt, de azt kell látnunk egyébként, hogy baráti viszony ápolása ellenére Ausztria Führerre felé benyújtja igényét ismét Burgen Andra. Az Antantnak Ausztria esetében is lehetősége lett volna igazságosabb, a Wilsoni elveknek megfelelő határokat húzni, de ez nem így történt. Csehországban, illetve Dél-Tirolban színnémet, mai szóval osztrák területeket csatolnak el Olaszországhoz, illetve Csehszlovákiához, illetve délen is ugye elveszíti Ausztria mai Szlovéniát, ugye a történelmi Krajnát, de ott a nyugat-magyarországi helyzet hasonlóan egy helyi háború robban ki a szerb-horvát-szlovén állam és Ausztria között, aminek annyi eredménye van, hogy az eredetileg elcsatolni kívánt karintiai részeket Ausztria meg fogja tudni tartani, tehát Klagenfurt és környéke nem kerül a délszláv államhoz. Tehát tulajdonképpen ez a két sikere volt Ausztriának a tárgyalások és a helyzet folytán, de még egyszer hangsúlyozni szükséges, hogy Burgenlandot csak 21 nyarán fogják tudni effektíve hatalmuk alá vonni, illetve átvenni. És az abban a szempontból fontos, hogy mind a karintiai, mind pedig a burgenlandi helyzet azt mutatja, hogy ahol szerveződik helyi ellenállás, hogy nem a politikai folyamaton megfelelően kívántak ellenállni a helyi politikusok, illetve a haderők, akkor lehetőség volt a korábbi döntések revidiálására, még ha ezek relatíve nem nagy területekre is terjedtek ki. Az Antant, mint szólt az Anschlusshoz, nyilván nem támogatták, hogy Ausztria és Németország egyesüljön. Természetesen, hiszen, hogyha megvalósul az Anschluss, az azt jelentette volna, hogy közel 7 millió német csatlakozik
tartozik a német birodalomhoz. És ez azt jelentette volna, hogy fennállt annak a veszélye, hogy Németország erősebben fog kikerülni egy vesztes háború után, mint amiben a háború előtt volt. Ezt persze mindenáron meg akarták akadályozni, és ezért van az, hogy Saint-Germain tulajdonképpen expressis verbis megtiltja az Anschluss, tehát gyakorlatilag háborús helyzetet helyez kilátásba, hogyha ez megteszik. És Németország is hajlott amúgy? Természetesen ezt megvalósították volna valahol 1866-ban is, azonban akkor a reálpolitikai érdekek, illetve Bismarck felismerte azt, hogy ha valahogy egyesíti ezeket a területeket, akkor szét fog hullani a Cisztlajtán birodalom és dönten szláv lakosságú terület részei, ami beláthatatlan következményekkel járt volna. Ezért akkor azt mondták, hogy inkább akkor Ausztria élje túl ezt a háborút, és akkor majd meglátjuk, hogy a későbbi fejleményekben hogyan meg mint lesz, de ezt kell hangsúlyoznunk egyébként, hogy a Cisztlajtán birodalom néz, voltak éppen az egyik legnagyobb szláv állam volt Európában, hiszen a lakosság közel 60%-a szláv, lengyel, ukrán csenemzetiségű volt, tehát ezzel is számot kellett vetni nyilván a Saint-Germain-i békében. Benne volt az is a pakliban, hogy Ausztria még kisebb lesz ennél is, mint ami lett belőle. Olaszország is azért jobban nyújtózott volna, még hogyha ez rajta múlik. Németajkó területből már így is sokat veszített, és egyébként, bár ugye akkor még, ha úgy tetszik, osztrákokról nem beszélünk, hanem csak maximum ugye németalkó osztrákokról. Szoktam emlegetni, hogy 1911-ben, amikor volt a népszámlálás, akkor Ferenc József ugye német lakástulajdonosként van bejelölve a népszámláláson. Tehát ilyen formában maga az osztrák fogalom, ha úgy tetszik, nem létezett, de a német ajkú többséget elveszítette Ausztria kétségtelen. Cseh, morva, sziléziai területeken. Ugye ne felejtsük el, hogy az osztrák politikusok, művészek zöme erről a területről származott. Hát, hogy mit veszíthettek volna még? Hát ugye, hogyha Karintiát ellenállás nélkül feladják, akkor szintén elveszítették volna. Ha a velünk való összetűzés több vért eredményezett volna, ugye így is voltak halálos áldozatok, tehát ez egy, ahogy tetszik, egy kis osztrák-magyar háború volt, de nagyon szerencsésen zárult le, mert bölcs kompromisszumot kötött a két fél. Hát ne felejtsük el, ugye Ausztria az 50 milliós ekkori birodalomból még Magyarországnál is kisebb törpe állammá zsugorodott, egy ugyanolyan vízfejű fővárossal, mint a mi esetünkben Budapest volt. Ez a törpe állam, ez mennyire próbált a nagyhoz, Németországhoz csatlakozni? Tehát szerintem, hogyha abban az időben 100 Ausztriában élő németről megkérdeztük volna, hogy szeretne Németországhoz csatlakozni, akkor abból 99 valószínűleg azt mondta volna, hogy igen. Legalábbis a 20-as évek elején, vagy a 10-es évek végén mindenképpen. Ezt én egyébként egy picit másképp látom, mint a történészek többsége. Én ugyanis azt gondolom, hogy 18 utolsó napjaiban az Anschluss egyfajta és egyik lehetséges szükségmegoldás. Ugye Karl Renner később arról beszél, hogy nekik azért kellett az Anschluss, mert ott volt egy életképtelennek tűnő állam, ellátási nehézségekkel, elveszett egy nagy birodalom, ott maradtak a díszletek, és kellett egyfajta pótlék, egy nagy gazdasági térség tagja lenni ismételten, de azért az nagyon érdekes, hogy oké, rendeztek népszavazást Tirolban, 98,5% azt hiszem szavazott az Anschluss mellett. Rendeztek népszavazást Salzburgban, szintén hasonló többséggel. A Steyr népszavazást is elkezdték szervezni, azt már a nagyhatalmak ellenállása miatt leállították. Otto Bauer fogalmazott úgy, hogy összosztrák területen, egyrészt a várható nagyhatalmi vétó miatt, másrészt a belső ellenállás miatt, a különböző gazdasági érdekcsoportok ellenállása és a sajtó ellenállása miatt nem mertek népszavazást lebonyolítani. Tehát gazdaságira példaként csak azt mondom, hogy a legutolsó zongora készítőnek is az jutott eszébe, hogy hoppá, hát akkor itt jön a német konkurencia. Az első világháború szövetség után a németek egyáltalán nem népszerűek. Hát ne felejtsük el, hogy az első világháborúban ők Ausztriát gyakorlatilag egy katonai diktatúra keretében tartották benne a háborúban. Ha 16-ban kilép Ausztria ebből a háborúból, lehet, hogy másképp alakul ugye a térség történelme. Aztán van a protestáns katolikus ellentét, amiről lehetne beszélni. Aztán ugye olyan érveket lehet felsorolni az Anschluss mellett is, mint amelyeket ugye ellene is fel lehet sorolni. Én azt mondom, hogy a 10-es évek végén van egy egyértelműen Anschluss eufória, amit a nagyhatalmak leállítanak. Azt mondják, hogy Ausztriának lehet a szíve
a németeknél, amíg a gyomra az Antantnál van. Tehát amíg ők élelmezik, addig ebből nem lesz Anschluss. Ezt az osztrákok elfogadják. Tehát én azt gondolom, hogy ez az Anschluss problematika kicsit egyoldalúan van felrajzolva, én próbálom ezt egy picit mindig árnyalni. Hogyha az Antant oldaláról nézzük ezt az Anschluss problematikát, ahogy ön említette, akkor itt mindenféleképpen az volt a cél, hogy megakadályozni, hogy még a nevében se legyen benne a német. Ez nagyon érdekes, amikor például kimegy a békedelegáció tárgyalni Saint-Germainbe, akkor a tolmács úgy kezdi fordítani, hogy megérkezett Német-Ausztria tárgyaló delegációja, és Clemenceau abban a pillanatban egy kézlegyintéssel már utasítja a tolmácsot, hogy ne beszéljen Német-Ausztriáról, mert itt semmiféle Német-Ausztria nem lesz, és ezt ugye később szankcionálják is, tehát közlik, hogy akármennyire az ideiglenes alkotmányban ugye az van, hogy Német-Ausztria a német köztársaságnak az alkotó része, és ezzel ugye bizonyos szempontból egy önálló állam az első mondatával mindjárt öngyilkosságot követel, mert feladja az önállóságát, de hogy ezt a nyugati hatalmak megkívánják akadályozni, tulajdonképpen részben az Anschlussról való lemondásért kárpótolják Ausztriát Nyugat-Magyarországgal, és cserébe ugye a genfi edzőkönyvekben még népszövetségi hitelt is biztosítanak a konszolidációhoz, de egyébként maga az Anschluss tilalom, amit mindig Anschluss tilalomnak nevezünk, az is egy érdekes dolog, mert az önmagában nem az Anschluss tilalmáról szól, hanem gyakorlatilag az új közép-európai államrend elfogadásáról. Ezt el kell fogadni a Ausztriának is, de benne van a csehszlovák szerződésben is, és a magyar szerződésben is, hogy gyakorlatilag az új közép-európai rendet kell elfogadni, és mellesleg azt ne felejtsük el, hogy ez az Anschluss tilalom a békeszerződés szövege szerint egy időleges tilalom és feltételes tilalom, mert arról szól, hogy addig nem léphet Ausztria ebbe az ügybe, amíg fel nem veszik a Nemzetek Szövetségébe, másrészt pedig arról szól, hogy a Nemzetek Szövetsége tanácsának beleegyezésével viszont akár meg is valósítható ad abszurdum ez a Anschluss. Amikor Ausztria aláírta a békét 1919. szeptember 10-én, a helyzetet ott is nemzeti katasztrófaként értékelték, mondja Ligeti Dávid. A történés szerint az osztrák politikusok talán egyetlen dolgot tekintettek pozitívumnak a diktátumban. A megfogalmazott pontok szelleméből azt a következtetést vonták le, hogy a Habsburgok nem térhetnek vissza Ausztria trónjára. Ebből a szempontból az Antant legitimálta és megerősítette az első osztrák köztársaságot, és nem véletlenül mondtam az osztrák köztársaság nevet, hiszen a békeszerződés még azt is megszabta, hogy annyira nem el akarták el olyan az Anschluss, hogy a Német-Ausztria eredeti elnevezést betiltják, és a békeszerződés írja elő azt, hogy osztrák köztársaságnak kell hívni az államot. Tehát azt gondolom, hogy ez minden jobban mutatja, hogy mennyire megalázó dependens helyzetbe kerül ez az ország. Hogyha azt nézzük, IV. Károly fél évvel előtte még császár, fél évre rá pedig már a Habsburg név az egy szitok szó Ausztriában, mondjuk Bécsben. Károly 19. március 24-én fogja elhagyni Ausztriát Vorarlbergnél, tehát 19. március közepéig Ausztriában, Bécs környékén van. Hát egy állandó vitaforrás, hogy mi legyen Károlya, ugye egy kockázati tényező, mert azért ez az osztrák balos fordulat nem teljesen volt egyértelmű, hanem a Vörös Bécsre támaszkodott, amely tulajdonképpen a századforduló környékén hívtak Vörös Bécsnek, de voltak éppen 1918 után válik egy állandó jelzőjévé Bécsnek. A legitimisták mennyire voltak? És a legitimisták vidéken viszont elég erősek voltak, főleg a határmenti részeken, főleg Tirolban, Vorarlbergben, de Alsó-Ausztriában és Felső-Ausztriában is jelentős támogatással bírtak. Tehát ez nem volt teljesen egyértelmű folyamat egyébként, hogy ebbe a köztársasági republikánus országban mozduljon az ország. Nyilvánvaló, hogy ezt ma nem szoktuk ennyire kiemelni vagy rámutatni, de tény az, hogy ez nem volt egy egyértelmű lépés, és ezt érezte egyébként Károly meg Zita is, és ezért van az, hogy amikor elhagyják az országot március 24-én Vorarlbergnél, akkor kiadnak egy manifestumot, amelyben fenntartják azt a lehetőséget és jogot, hogyha a helyzet úgy hozza, akkor Károly visszatérhessen, mint osztrák császár a trónra. Ugye arra hivatkoznak lényegében, november 11-én nem a népfelhatalmazás küldte el Károly gyakorlatilag az osztrák trónról, hanem az új nemzeti tanács mondta azt, hogy neki távoznia kell, de mögött nem volt népi felhatalmazás. Tehát mindig ez volt az érvelési pont, és ebben igazuk volt egyébként, hogy ezt nem erősítette meg népszavazás, hogy Károly távozzon. Egyébként ugyanez lesz majd az érvelési alap Magyarország esetében is 21-ben, hiszen az Eckartsói nyilatkozatban Károly ugye felfüggeszti uralkodói jogainak gyakorlását, és azt mondja, hogy a nép döntse el, hogy mi legyen a jövendő államforma, és ugye nálunk se a nép dönti el, hanem a illetékes nemzetgyűlés, illetve kormányok. Tehát ez volt a vitának és a feszültségnek az alapja. De tulajdonképpen Ausztria száműzi Károlyt, és tulajdonképpen az, hogy az osztrák köztársaság stabilizálódni tud a 20-as évek elején úgy, ahogy
az annak köszönhető, hogy ebben jelentős antant támogatást kaptak. Hát ugye utalnunk kell arra, hogy a Károly visszatérési kísérletei során repülőgépet fog használni, nem tud Ausztrián keresztül menni, mert nem engednék be az országban, nem átrepül az országföld. De ugye megvolt annak a kockázat, hogy mondjuk az a gép elromlik, le kell szállni valahol Ausztriában, akkor abból elég nagy komplikációk lehetnek. Tehát ez ilyen szinten jelentkezett, és ezért van az, hogy tulajdonképpen Károly és környezete helyesen ismerte fel, hogy a trón restaurálásának első lépcsőjét nem Ausztriában, hanem Magyarországon kell keresni, ahol a Horthy-féle ellenforradalom következményeként a republikanizmus, mint eszme is nagy mértékben megbukik. Tehát ugye itt nálunk a köztársaság válik gyakorlatilag a káosz, vereség szinonimájává, és ezért joggal feltételezték azt, hogy ez a rendszer könnyebben visszaalakítható a késő dualista viszonyok közé. Ebben persze tévedtek, mert nem volt lehetséges nálunk se a királynak a visszatérése. Ez azonban 1919. szeptemberében, amikor a Szent-Zsermeni békét aláírják, ebben a formában még nem látszik. Ők is békediktátumnak tartják, gondolom, hogy igen, ezt a Szent-Zsermeni békekötést. Ők ezt hogy élik meg napjainkban, az osztrákok? Amikor aláírták a békeszerződést, akkor Renner kancellár egy 3 napos általános gyászt rendelt el. De a 4. napon ők ezt befejezték. Azt mondták, hogy primum vivere deinde philosophari, azaz, hogy először éljünk meg, és utána filozofálgassunk. Nekünk jó volt ebben a nagy monarhajában, mi formáltuk, ha úgy tetszik, a térségnek a történelmét, de most van ez az új helyzet. Ignác Zajpel is azt mondja, hogy a nép érdekében a köztársaságban végzendő munka az, amit tenni kell. Lehet arról remek polémiákat folytatni, hogy egy monarchia vagy egy térségi föderatív távlati összefogás mennyivel jobb lenne a térségnek és mennyivel jobb lenne az osztrák öntudatnak, de hogy mégiscsak nekünk ebből kell kiindulni, ami van. Ettől függetlenül azért azt hozzáteszem, hogy még 59-ben is a történeti munkák arról beszéltek, hogy ez egy szörnyű békeszerződés, hogy a nagyhatalmak étvágyát tükrözi, de aztán a 60-as években elindul egy komoly történészi feltáró munka, és 10 évvel később, 69-ben már gyakorlatilag az osztrák függetlenség egyik tartó oszlopaként beszélnek erről a Szent-Zsermeni békeszerződésről. Igen, és akkor megint van a mondatnak egy másik fele, hogy ettől függetlenül azért az osztrákoknak még a 2000-es években is mondjuk a soproni népszavazás, a Civitas Fidelissima, az továbbra is egy Civitas Schwindelissima, mert hogy azt mondják, hogy az igenis egy csalás volt, ahol még 108 évesek is szavaztak. Tehát ezt azóta sem tudják, ha úgy tetszik, megemészteni. Sőt, példaként még azt is mondom, hogy 2009-ben az osztrák nemzetgyűlésben még egy olyan mondat is elhangzott, hogy a jelenleg olasz fennhatóság alatt élő déltiroliak számára népszavazást kérnek, mert hogy azt sem fogadják el, de egyrészt ezt a megszólalást, amit mellesleg a nemzetgyűlés 3. elnöke mondott el, a politikai pártok egyértelműen visszautasították, és ezt a Civitas Schwindelissimát is egyébként komoly politikai tényező Ausztriában nem támogatja. 1919. szeptember 10-e az náluk nem gyásznap? Sőt, hogyha azt nézzük, akkor hát most volt náluk, most volt a 100 éves évfordulója ennek az eseménynek, a békediktátum aláírásának. Nálunk ez 1 évvel később lesz, jövőre lesz. Nálunk erre már most készülnek, már mióta készülnek erre a 100 éves évfordulóra. Az osztrákok készültek erre? Megemlékezések voltak, nyilván ön ezt nyomon követte. Voltak megemlékezések, én azt gondolom, hogy számukra ez semmiképpen nem gyásznap. A meggondolás, a tapasztalatok levonásának, a történelem folyamatos újraértékelésének a napja, azzal együtt, hogy a korábbiakhoz képest úgy gondolom, hogy egy erőteljesebb nemzeti vonal is van a megemlékezésekben, tehát ők már egyértelműen dokumentumfilmekben is, már egyébként 2014-ben is, meg idén is arról beszéltek, hogy 3 millió német ajkú osztráktól vonták meg ugye az önrendelkezés jogát a csehmorva-sziléziai területeken. Oké, hogy a nyelvszigeteket nagyon nem lehetett volna megtartani, de ez most már azért megjelenik. De ahogy egyébként a köztársaság születésének a napja is, az nem egy ünnep Ausztriában. Az a megfontolás, az elgondolások napja. Hivatalosan már nem is ünneplik egyébként ugye 18 november 12-t. Ugyanilyen módon a békeszerződés aláírásának a napja is inkább a tanulságok, a történelmi emlékezet politika része, és nem képezi, ha úgy tetszik, pártpolitikai vagy akár publicisztikai vitáknak a tárgyát. 100 éve történt. Részletek
gróf ifjabb Andrássy Gyuláné Zichy Eleonóra naplójából. 1919. november 20. Újság tegnap óta nincs. Huszár próbálkozik koncentrációval, és mindenki lesi, fog-e ez neki sikerülni. Grófot nem akarnak. Ezekre jár újra a rúd. De bizonyos pontig érthető is. Amikor kezdődött a szervezkedés, nem voltak sehol. Most nehéz elhelyezkedniük a már kialakult helyzetben. Betlen Istvánt, aki tárca nélküli miniszter, állandóan támadja a kormánypárti sajtó. Horthy már veszti türelmét. Ha ma estig nem jön létre a koncentráció, letartóztatja az egész társaságot, és kinevez olyan kormányt, mellyel hajlandó tárgyalni az Antant. Egészen komikus a mai színvonal. Fogorvosok, patikusok, politikailag teljes analfabéták nyomultak az előtérbe, és törtetnek feljebb, lehetőleg a legfelsőbb csúcsok felé. Délután meghiúsultak a huszárféle koncentrációs kísérletek. Egymást fenyegetve mentek széjjel a tárgyalófelek, részint programot, részint lázadást emlegetve. Száz éve történt. Új világrend születik. A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társy István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére, az MTVA megbízásából a Média Műhely Kft. Készítette 2019-ben. Viszont hallásra!